Üdvözlök mindenkit, Nekrokrém vagyok, srácok, nagyon jó tévelről fogunk most beszélni. Um, kezdjük ott, hogy a Monster Hunter World az nem egy könnyű játék, nem mindenkinek való. Viszont mélyen elismerem, hogy ez egy kurva jó játék. Én megvettem annó, csináltam róla egy review-t egy pár órába, és azt kell mondjam, ez egy kurva nehéz játék. PC-n végképp, kontrollellel úgy érzem egy kicsit megoldhatóbb a dolog, de ez egy nehéz játék, amiben, ami kihívást ad egy olyan gamer számára, aki szereti a kihívást. Minden szörny, amit ebbe a játékban leölsz, egyedi, egyedi mechanizmusa van, és, és általánosan jól ki van találva a játék, a csapatjáték, ami mögötte van. Nem csoda, hogy... Um, keleten ez a játék igen igen népszerű, és amikor ugye PC napvilágot látott, akkor e, vágtam én is bele, e, viszont gyorsan realizáltam, hogy bár jó a játék, de nem az a játék, amivel én sok időt fogok beleölni, mert nem feltétlenül az én stílusom, de időnként, időnként vissza-vissza térek rá, illetve úgy figyelemmel követem a híreket, hogy mi a fene történik -e a játék körül. Esetleg van-e valami, amiért érdemes egy casual Monster Hunter gyereknek visszamenni és belenézni a játékba nem régiben megjelent az Iceborne nevű DLC-je. Na most gyorsan kiderítettem, hogy az Iceborne az inkább a veterán közösséget ö, veszi figyelembe, így ö, én és a gyenge kis ármarom és fegyverem ö, ki fog maradni ebből a csatából, viszont egy nagyon 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 nagyon, -nagyon érdekes újságírói cikkbe futottam bele a PC Gamer-től. Na most... A PC Gamer az egyik legnagyobb ilyen gamer újságírói oldal. Ha én nekik dolgoznék, akkor rohadtul, rohadtul figyelnék arra, hogy mit írok. De én magamnak dolgozom, én csak egy youtuber vagyok, megengedhetem azt, hogy időnként hülyeséget mondjak, mert Amúgy sikeresek ebből valódi pénzt, nekem van rendes munkám. Mármint az újságírás, ez rendes munka. Én is azt tanultam egyetemen, több félértésre Um, És uh, van másik munkám, úgy értem, de, de értem, hogy akarok mondani: hogyha egy nagy volumenű újságnak dolgozó, a, és annak vagyok az újságírója, a, és csinálnak -e egy gaming review-t, akkor, akkor ügyelek arra, hogy valami olyasmit írjak, ami helyén való. Tehát azért kapom a pénzemet, hogy erre ügyeljek. Na, úgyhogy beszélgessünk most erről az újságcikről, ami megjelent a Monster Hunter World Iceborne Review kapcsán, és hogy miről írt benne a kedves újságíró a cikket, meghagyom lent ennek a videónak a leírásában. Olvassátok el, röhögni fogtok. Azoknak, akiknek nem szeretnék elolvasni, kiemelem a lényeges dolgokat. Leakalappal 82-re értékelte a 100-ból, ugye, a Monster Hunter World Iceborne, de nem is várok el kevesebbet egy ilyen volumenű játéktól. A Capcom nyélbe ütötte ezt a játékot. Nem az a lényeg, hogy hány, legalább legalább azt jól csinálta. Szóval leírja, hogy mi a fene történik, hogy, hogy van neki már 200 órája a játékban. E, most látnátok a fejemet. 200 órája van már a játékban, és azóta már 200-at belerakott, szóval van 400 órája. 400 órányi tapasztalat egy játékban az már korrekt, de ő nem azt írja, hogy milyen tapasztalt a játékban, hanem azt írja, hogy 400 órát kapsz a pénzedért, de ezzel együtt ugye arról is beszél, hogy beleraktam 400 órát a játékba, érted? De szépen elrejti a mögé, hogy igen, megéri az árát a Monster Hunter World, és igen, tényleg megéri az árát a Monster Hunter World. Viszont emve az egész koncepció köré ebbe, ebbe az egész dologba, remélem hölgyek is nézik ezt a videót, elkezd arról beszélni, hogy uh, nagyon szép ez a világ, és te, mint egy ilyen szörnyvadász, semmi más nem csinálsz benne, csak arra kérnek meg, hogy vadázd le a szörnyeket, és hogy már-már rosszul érzi magát attól, hogy le kell vadászni a szörnyeket egy játékban. Mert hogy a Capcom oly csodálatos világot teremtett itt, hogy már fáj nézni, hogy a szörnyeket le kell gyilkolni. És nem úgy csak legyilkoljuk a szörnyeket, hanem még Szemvetetjük is őket. <laughs> 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 Bocsánat, hogy írölgök. <így> <laughs> Mondjuk, és, és mondom neki, hát ez a cikk, ez hihetetlen, én mondom, én, én kikészültem, mondom, elmegyek és játszik egy kis Monster Hunter world -et. És hát tényleg szenvednek a szörnyek? Az, az Sánti tanak, meg leszakad a farkuk, meg elmennek aludni. Uh, Nagyon-nagyon. <laughs> Bizonyem, kedves szörnyvonászok, miért kilozzátok a Monster Hunter World állatait? És akkor belemegyek egy kicsit részletébe abba, hogy az Iceborn világon mi csodálatos, és milyen nagyszerű az NPC-knek a természeten, amit programoztak nekik is, hogy, hogy milyen csodálatos is mini játékok vannak a közös gyülekező területen, és hogy ez mi fantasztikus, amikor expedíciókra kell menni, és éppen senkit nem kell legyilkolni, és milyen részleteken bemenő a játék. Hát köszönjük, Capcom, és, és ezt kiemeli, hogy ez, hogy ez kellene legyen a játék a játékban, és ezt tudná ajánlani a Monster Hunter World hogyha éppen nem kellene mindenkit legyilkolni. Azt a kurva modern újságírás csúcsa. A modern... Én okkal nem lettem újságíró, nem tudok túl helyesen írni, már mind helyesírási hibákat eltek itt ott, akár mennyire figyelek, megvan az oka, hosszú történet. De arra is rájöttem, hogy, hogy nem mindig, nem mindig tudnék objektív maradni, de úgy érzem, hogy 2020-ban én egy kiváló újságíró lennék, mert hogyha erről kell írni. És, és e köré helyezi, a kedves újságíró, e köré helyezi a Monster Hunter World-nek a koncepcióját, hogy mekkora bűn legyőkölni szörnyeket. Nem beszél a játék technikai adatairól, a kiválóságáról, megemlíti, hogy 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 nagyon precízre vannak az iceborne meg, megcsinálva a szörnyek, és kiváló mechanikákkal, megemlíti. Uh, és te, tegyük félre ezt az egészet, és vegyük egy pillanatra, halál komolyan ezt az újságírót, jó? Halál komolyan vegyük ezt az újságírót. Fingja sincs, hogy miről szól a történet, de kijön, hogy kijön a cikkében, hogy nem tudja, hogy miről szól a Monster Hunter World története. Annak a kezdőknek, annak, akik még nem tudják, mi a Monster Hunter, és miről szól a története, hogy miért kell szörnyeket gyilkolni, és jaj, de kár értük ebben a ebben a játékban, akkor most röviden Monster Hunter World Origin történet te vagy az ötödik brigádnak a tagja, elküldelek egy expedícióra az új világra, ahol tanulmányoznod kell egy olyan eseményt, amit úgy hívnak, hogy Elder Crossing. Az elderek azok nagyon ősi sárkányok, amelyek tíz évente, ha jól emlékszem, tíz évente csinálnak egy olyan dolgot, hogy Elder Crossing, és hát átmennek az új világban. Na most a sárkányok ezen a világon hihetetlenül fontos részei az ekoszisztémának, és egyrésztben feltartják, és körforgásban tartják az ekoszisztémáját ennek a, a világnak. Na most te részeként elmész be az új világba, egy expedícióval, hogy felfedezt, hogy mit, miért csinálják ezt ezt az ősi sárkányok, ezek az Elder Dragonok, -ok, és uh, miért fontos ez. Útközben felfedezitek Zora Magdarost, akiről úgy gondoljátok, hogy uh, meghalli megy oda egy bizonyos helyre, de... Kiderül, hogy nem igazán oda megy. Ráadásul van egy ősi sárkány, ami más ősi sárkányokból táplálkozik, és védi ezt a Zora Magdarost mint egy olyan uh, sárkányt, akiből enni akar. Na most Zora Magdaroszról kiderül, hogy nem éppen arra a helyre akar menni meghalni, ahol megszoktak halni ezek az ősi sárkányok, és egy teljesen más út felé veszi az irányt. Azzal, hogy más út felé veszi a, az irányt, és meghal valahol máshol, olyan biomassa, biogázok keletkeznek, ami elpusztíthatja azt, azt az új világot. Mert ez Magdar az annyira óriási, hatalmas lény, hogy igazából, ugye, hogyha meghal a kijeresztett gázok, biomassa, minden, ami belőle van, elpusztíthatja az új világot. Ezért nekünk az a feladatunk, hogy Eltereljük Zora Magdaroszt a jelenleg irányából az óceán felé, ahova, hogyha belevegy és ott meg, egy teljesen új ekoszisztémát fog tudni létrehozni, és egy új világot gyakorlatilag. Na most mindenhez lekelőjük azt az ősi sárkányt, ami Zora Magdarosztból akar táplálkozni, amit megteszünk, illetve a játék végén megteszünk, de azelőtt még mivel, hogy eltereltük Zora Magdorost az óceánba, és ugye ezzel megmentettük az új világot, és blablabla, bla, bla, ezáltal az ősi sárkány elment és más felé garázdálkodott, nekünk pedig azt el kell kapni, mert teljesen felborítja az ott lévő ekoszisztémát. Úgyhogy az úton útfélen levadászott szörnyek és öm, sárkányok, valamilyen szinten szükségessé válik, nem csak azért, hogy a cikk által megemlített új armort készítsünk, hanem azért, hogy megőrizzük annak az adott ekoszisztémának az egyensúlyát, továbbá hogy ugye mellékhatásként nyomnál jobb fegyvereket, illetve páncélzatokat gyártsunk. Szóval, hogyha egy pillanatra komolyan venném ezt az újságírót, akkor így a pofájában nyomnám, hogy igazából szükségeltetik azért néhányszor levágása, hogy felborítsuk, ne borítsunk, fel egy rendet, és hogyha még komolyabban akarnám venni ezt az egészet, ha ez az újságíró ebben a világban élne, és kellene túléljen, akkor úgy gyilkolná azokat a szörnyeket, mint a kisangyal, és le sem szarná, hogy milyen fe mennyire borítja fel az ekoszisztémát e annak az adott világnak, mert mi emberek ilyenek vagyunk, ha a, a túlélésünkről van szó, a saját túlélésünkről van szó, bolygókat vagyunk képesek elpusztítani, csak azért, hogy életben maradjunk, ha egy pillanatra is komolyan venném ezt az újságírót. Uh, aztán természetesen belemerül egy igen érzékeny témába, ami jelenleg Amerikában van, és ez a gender equality, uh, amivel igazából teljesen egyetértek, amivel nem értek egyet, semmiféle diszkriminációban férfi és nő között az az, hogyha egyáltalában beszélünk róla, és folyamatosan beszélni kell róla ezáltal, egy jó ügy, hogy felszólalunk azért, hogy egyenlőség legyen, egy rossz ügy, hogy felszólalunk folyamatosan ellenes ezzel, felhívjuk még több ember figyelmét, hogy ez létezik egyáltalán. Nem kellene létezzen, viszont ebben a koncepcióban arról beszél a, a kedves újságíró, hogy, hogy elég szomorú, hogy a férfiak és a női armorok, hogy a ruházat meg van különböztetve, míg a férfiak nagyon full páncélba gizdán néznek ki, addig a nőknek egy ilyen miniszoknyázott páncél jut félreértés nehézség, ez a játék azért készült, hogy a um, és még ez nem is a legdurvább ezen a téren, ami a nők, női páncélzatokat, vagyis uh, is mondjam, szexivé teszi. Uh, tekintve azt, hogy férfiak játszák legtöbbször uh, ezt a játékot, ez nem egy rossz dolog, én speciál a nőben szeretem, hogyha szexi és egy kirívó ruha van rajta, uh, jó, jó ránézi arra a nőre, nem tiszteletlenségből, de um, az egésznek a célja, ha már ott vagyunk, hogy egy nő felvesz egy szép ruhát, nem csak önmaga miatt is, önmagát, érezze jól saját magát, de egy szexi ruha az felhívja a férfiaknak a figyelmét is. Nem feltétlenül a legnyersebb dolgokért, amit szeretnének csinálni egy nővel, hanem egyszerűen ez az ösztön, és ez benne van minden állatban ezen a Földön, többek között a férfiakban is. A férfiak um, Hagyományos esetben nő felé vonzónak, kevésbé hagyományos esetben saját nemük felé vonzónak, illetve ezt sem mondhatnám, hogy hagyományos esetben, csak a társadalom által megszokott hagyományos esetben, mivel hogy körülbelül hogy is mondjam, ugyanolyan régóta a, a, a szexualitásnak ez mondjuk sok köze nincsen arra, csak a társadalom, ahogyan gondolkodik róla, a, a, ott van a, a probléma. Szóval, ahogy hagyományosan a társadalom gondolkodik róla, általában a férfiak a nők felé vonzódnak, és ezzel szerintem semmi baj nincs, hogyha egy nő szép akar lenni, szexi akar lenni, miniszaknyát akar venni, és úgy érzi jól magát, viszont akkor ne lepődjünk meg, hogyha a férfiak figyelmét is felkelti. Mivel, hogy ez egy ösztön és nem tudsz ellene nagyon mit csinálni uh, és, és ez még nem is a legdurvább játék, uh, szóval azt hiszem, hogyha egyenlőséget szeretnénk férfi és nő között, akkor nem a kinézetnél kell kezdeni, hogy a nőknek és a férfiaknak is ugyanolyan kinézetű páncélzatuk kell legyen, mert annak nem sok értelmét látom, így megvan az opció, hogyha akinek tetszik egy szexi páncélzat, az fiú legyen fiú lány, választhatja ezt, akinek tetszik egy robosztus páncélzat, amit általában a férfiak veszünk, akkor választhatja, választhatja azt, szóval arról beszélni, hogy gender equality egy játékban, hogy milyen ruházat van azon a e, adott karakteren, az megint csak egy óriási fasság, mert az nem fog semmiféle tiszteletlenséget nyújtani a nők számára. És ezzel mondta remény, a hölgyek is nézik a, ezt a videót. Az, hogy milyen ruhát veszel föl, a, vagy adnak egy karakterre egy játékban, egy fikcióban, az nem fog semmiféle befolyással bírni. Uh, részemről max uh, több elismerést és csodálatot az ellenkező nem iránt uh, igazából. Szóval itt tartunk 2020-ban, és remélem az új felnövekvő generáció, aki újságírás tanul, az kérem szépen, kérem szépen, ne gender equality írjon egy játékban, meg ne arról, hogy szörnyeket kell legyilkolni, és dekárértük hanem egy játék mechanikájáról írjon le, részleteiről, játékmenetéről, értékéről, üzenetéről esetleg, de az nem egy üzenet, hogyha egy férfi és egy női karakternek külön páncélzata van, és másképp néznek ki. Ja, ennyi, ennyi lett volna a cikkértékelőm. Nagyon vicces volt, muszáj volt veletek megosztanom, egyszerűen elképesztő, hogy, hogy egy, egy ilyen megszülethet. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet a következő videóig. Sziasztok!